A mérkőzés előtt Váradi Benedek vehette át az idei Horváth Zoltán emlékdíjat Cece édesapjától. Később kiderült, hogy a díjazott fantasztikus játékkal hálálta meg az elismerést. A szombathelyeknél továbbra is hiányzott a derékfájdalmakkal bajlódó Martinics, viszont Doin, Majsztorovics és Perl játékra jelentkezett. Az első negyedben fejfej mellett haladtak a csapatok, majd Bognár Kristóf bazarjátékának köszönhetően 28-18-ra húzott el a Falkó, de Dzunic időkérése segített. Evans triplájával pedig 48-40-re alakult 20 perc után az állás. A harmadik negyed kiegyenlített küzdelmet hozott, de egy fantasztikus jelenet mégis felejthetetlenné tette. Megkaptam a labdát, és igazából 7-10 másodperc volt, tehát mindenképpen dobnom kellett. Azt gondolom, hogy mondhatom azt, hogy kiskoromban sokat gyakoroltam, de még most is van, hogy szórakozunk ezzel. Hát azt mondom, hogy szerencsére, nem szerencsére bement. Dobtam már ilyet, de sajnos időn belül még nem, úgyhogy hatalmas élmény lesz nekem. Az utolsó játékrész 72-64-ről indult, és azonnal egy 7-0-át produkáltak a sárga-feketék, az Atomvárosiak edzője pedig már hiába kért időt, a Falkót nem lehetett megállítani. A Falkó a szezonban először győzte le a paksiakat 95-77-re, ezzel pedig kiegyenlítette a legjobb négy közéjutásért zajló párharc állását. A szombathelyi vezetőedző szerint Pakson is van esélye győzelemre. Voltak hullámvölgyek, amikor visszajött a Paks, de mindig volt tartásuk, és mindig volt olyan ember, most gondolok itt a Vádi Benekre, aki a végén fontos triplákat dobott, de ez azért volt, mert lényegében meccsben voltunk, akartunk, tudtuk, hogy mit akarunk, és ilyenkor lényegében nem azt mondom, hogy a szerencse a jobbik csapat mellé áll, hanem aki többet tesz, ha mellé szokott állni. Úgyhogy bízom abban, hogy tudjuk folytatni ezt a remek játékot, és kedden meg tudjuk szorogatni a Pakson. Nem feltartott kézzel megyünk. Játékosnak el kell hinni, hogy van keresni valónk, és tudunk nyerni Pakson is. A párharc harmadik meccsét kedden rendezik Pakson, a negyedik összecsapás pedig május 1-én az Arena Szaváriában lesz.